Ennek az épületnek a helyén egy nagyon rossz állapotú melléképület állt, ami tehát tulajdonképpen már lassan arra is alkalmatlan volt, hogy a játékokat betegyük. Ráadásul palából volt a teteje, ami meg egy óvodaudvarban véleményem szerint teljesen elfogadhatatlan. Ez az épület most teljesen megújult, sőt kibővült. Erre 5 millió forintot nyert a község a Magyar Falu programon. Az épület az egyik homokozót is tető alá hozta, ezen kívül megszabadultunk a régi palatetőtől, és egy nagyon szép kis tároló épületet tudtunk létrehozni, ahol még akár esős időben a gyerekek játszhatnak is. Szintén helyet kapott az épületben egy másik kis tároló rész, amit később szeretnénk majd egy mosdó WC-vé kialakítani. Ebből a forrásból az óvoda hintaparkjának gumiborítását is elkészítették. A támogatás nem fedezett minden költséget, ezért az önkormányzat újabb összegekkel egészítette ki azt. Az elmúlt évben több pályázatot is nyert a község. Legnagyobb támogatást a polgármesteri hivatal felújítására kapták. Amint egy 43 millió forintot energetikai fejlesztésre fordíthatták. Az elnyert összegből nyílászárók cseréje, külső hőszigetelés és akadálymentesítés történt. Ezen kívül még másfél millió forintot fordítottak az egyéb fejlesztésekre, amit a hivatal dolgozói és a közfoglalkoztatottak végeztek el. Főképpen a belső udvar rendbetétele, ott járdákat kellett készítenünk, térkőburkolat készült, körbe az épület körül is egy védőjárdát alakítottunk ki. De megújult a házasságkötő terem is, és az utcafront felőli akadálymentes bejutást, valamint a tetőcserét is saját forrásból finanszírozta az önkormányzat, mintegy 10 millió forint értékben.